Kedves testvérek, ajándékot kaptam, és ezt az ajándékozó szépen becsomagolta. Most itt a szemetek látára elkezdem kibontani. Nem fogom teljesen kibontani, mert még egy dobozba, csomagoló papírba is be van csomagolva. Amikor ajándékot kapunk valakitől, akkor illik becsomagolni. Ez most nem annyira illemtanúra akar lenni, de hát miért is csomagolunk be valamit? Nem azért, hogy fogyasszuk a papírt, hanem azért, mert ez is valahogyan az ajándék része, a gondoskodásé, hogy én időt, fáradtságot fordítottam arra valakire, akinek ezt az ajándékot adom. És amikor az ajándékozott, a megajándékozott megkapja, és elkezdi kicsomagolni, annak is jelentősége van. Illik az ajándékot, amikor megkapjuk a kezünkbe, akkor kicsomagolni, hogy hát mi ezt úgy tanultuk, hogy lássa rajtunk az, aki ajándékozott, hogy örülünk neki, vagy nem. De nem csak ezért fontos kicsomagolni, hanem azért is fontos kicsomagolni, fordítva mondom, hogyha nem csomagolom ki, hanem így ott hagyom, beteszem a polcra, vagy egy táskába, vagy mit tudom én hova, akkor az olyan, mint ha meg se kaptam volna. Ott van, de még sincs ott. Egyszer édesapám, nem egyszer, hanem 70. születésnapja volt édesapámnak, és jó előre kitaláltam, hogy hát mi az a bor, amit ő szeret, és hát egy Chianti nevű olaszországi borról sokat mesélt, és hát gondoltam, hogy fog annak örülni, ezt lehet, hogy már meséltem, és hát éppen Olaszországban volt a Lórán testvér, írtam neki, hogy szerezd be nekem, légy szíves, egy Chiantit egy üveggel, nem kell nagy, de... És tényleg csodák csodája sikerült, éppen jött Magyarországra Lórán testvér, és hozott egy üveg Chiantit. Hát én teljesen boldog voltam, hogy fog örülni édesapám, becsomagoltam, nem nagyon, csak ilyen borostasakba, és amikor ott voltunk csomóan a szülinapján, halom unoka, meg dédunoka, akkor én is nagy boldogan átadtam az ajándékot, ő pedig így szépen félretette a többi ajándék közé, hát nem haragszom rá azóta se, de nem esett jól, hát nem láttam, hogy örült volna neki. Biztos utána este kibontotta, és akkor hoppá, ez egy Chianti, de hát jó lett volna, hogyha látom. De hogyha még kisebb bontotta, hát az valami tragédia lenne. Ha nem bontjuk ki az ajándékot, akkor nem csak az a baj, hogy nem tudjuk meg, hogy mit kaptunk, hanem az, amire való az a valami, az nem kezd el működni, nem teszi meg azt, amiért van. Ha például egy búzamagot, ha már itt az evangéliumban búzamagokról volt szó, egy bánkába beteszünk és jó rácsavarjuk a tetejét, akkor azzal az égvilágon semmi nem fog történni. Nem kap növény, nem kap esőt, vizet, nem lát földet, nem lát napsütést, főleg ha sötétbe tesszük. Értitek, hogy mit akarok mondani? Az ajándék az Isten igéje igazából, és amikor Isten nekünk akar adni valamit, akkor ő nagyon szépen azt előkészíti. Erről szól a mai tanítás, hogy Isten igéje, és itt most nem csak a szavairól van szó, hanem minden, amit Isten, az Istennek a kegyelme, az Istennek az ajándéka a mi számunkra. Az első olvasmány arról szólt, hogy ahogy az eső és a hó lehull a földre, nem hatástalan. És előbb-utóbb bejut a földbe az eső és a hó, és akkor ott elkezd szépen dolgozni. Isten részéről az ajándék az tökéletes. Isten részéről, aki előkészítette már a világ teremtésétől kezdve minden egyes kegyelmét, a te számodra készített kegyelmeket. De azzal, hogy ő ezt odaadta, ezzel az ő részéről minden megtörtént, de a te részedről, a mi részünkről még nem. Ha mi nem csomagoljuk ki az ő kegyelmét, az ő ajándékát, akkor hiába adta az ő ajándékát. A második olvasmányban pedig arról szólt a római levélben Pál apostol, hogy Isten fiainak szabadsága. Hogy a természet sóvárogva vágyik arra, a kő, meg a kutya, meg az állatvilág, meg a növények csodálatos, de nem szabadok.
szolgaságnak van alávetve, írja Pál apostol a római levélben. Ez azt jelenti, hogy ők nem tudják eldönteni, hogy most mit csináljanak, ők be vannak programozva, ezt csinálják. Egyedül az ember az, aki szabadságot kapott Istentől. Nekünk, főleg a keresztényeknek, Isten fiainak a szabadsága adatott meg. Az a szabadság, hogyha én megkaptam az ajándékot Istentől, akkor én eldönthetem, hogy ezzel most mit fogok csinálni. Ez a szabadság. És hogyha a szabadságomat arra használom, hogy az égvilágon semmit nem csinálok az ő kegyelmével, emlékeztek arra, aki kapott egy dénárt, jó becsomagolta, földbe ásta, és hogy nehogy valami történjen vele, hát az a sem, abból semmi nem lesz, ez nem fog kamatozni. Ha én Isten fiainak a szabadságát arra használom, hogy elfogadom ezt az ajándékot, kicsomagolom, akkor elkezd bennem dolgozni ez az ajándék, Istennek a szava, Istennek a kegyelme. De nekem ezzel valamit kezdenem kell. A magvetőről szóló példabeszéd igazából ugyanezt mondja, csak a természetnek, a földműves embereknek, a földhöz közeli embereknek a nyelvén. Ha a mag ott marad, nem hoz termést. Ha rossz helyre esik, nem hoz termést. A kövek között, tövisek között nem hoz termést. A körülményeket a mag számára mi teremtjük meg? Azt, hogy kicsomagolom, vagy nem csomagolom, ki használom, vagy nem használom, az én döntöm el. Amikor azt látjuk magunk körül, hogy hány és hány olyan ember van, aki nem hisz Istenben, vagy hisz Istenben, de hát igazából nem veszik komolyan az ő csodáit, az ő kegyelmeit, ne csodálkozzon, hogy a számára az ő életében nem fog működni. Olyan fontos, hogy néha rácsodálkozzatok ti is azokra a személyekre, akikben olyan szépen működik Isten kegyelme. Sokszor a szentekben, múltkor Goretti Máriáról beszéltem, de nagyon szeretem Árpádházi Szent Erzsébetet, aki kicsi lány korában már olyan gyümölcsöt lehetett látni, hogy működik benne Isten kegyelme. Tehát a szülőknek, meg a gyermeknek van szabadsága arra, hogy ezt a kapott kegyelmet elkezdje használni. És nagyon sok, nem minden múlik a szülőkön, meg nem minden múlik rajtunk, de nagyon sok. A keresztelőt emlegettem két hete, a kising kapcsán. Most idehozom a másik szimbólumot a keresztelőből, amikor a gyertyát átadja a papa szülőknek. A húsvéti gyertyáról meggyújtjuk, és ez azt jelenti, hogy ez a kicsi gyertya most már Krisztusnak a szimbóluma, illetve az én hite, a gyermek hitének a szimbóluma. A papa szülők kezébe adja oda, vegyétek Krisztus világosságát, mint nagy szombaton, amikor énekeljük, hogy Krisztus világossága, Istennek legyen hála. Ugyanez a szó kapcsolat ismétlődik meg, vegyétek Krisztus világosságát. És azt mondja a pap, hogy rátok van bízva a világosság, a hitnek, Istennek a világossága. A szülőkre van bízva. Az a szegény gyerek nem tudja még eldönteni, neki még nincs meg az a szabadsága, mint a szüleinek. A szülők feladata, hogy a szabadságukkal élve megteremtsék a körülményeket Isten kegyelmének, a búzamagnak, az ajándéknak, hogy az tudjon működni. Csodálatos az, amikor egy gyermek úgy nevelkedhet föl, hogy abban a környezetben, abban a közegben van, hogy minden Isten kegyelméről beszél, minden ennek a környezetében van, és olyan jó, hogy így szépen tud fejlődni. És hogyha hülyeségekkel van körülvéve az a gyermek, és minden szennyet a gyermekhez engedünk, akkor utána nem kell csodálkozni azon, hogy jé, hát egy ilyen istentelen és a szüleit is sanyargató gyermek fog fölnevelkedni a kezeink között. Csodálkozunk rajta, hogy lehet ez? Hát úgy lehet az, hogy nem a megfelelő körülményeket teremtettük meg, nem csomagoltuk ki Istennek az ajándékát, nem foglalkoztunk vele. Isten hiába adja az ő szavait a Szentírásban, hogyha az csukva ott van a polcunkon, vagy a telefonunkon, és soha nem olvassuk el. Isten hiába adja az ő kegyelmeit, az ő csodáit, hogyha bekötött szemmel járunk, kelünk mellette. Vegyük észre ezeket a csodákat, vegyük észre Isten kegyelmének a működését, nem csak a szentekben, akik valahol valamikor éltek és szépen, hanem önmagunkon, egymáson. Olyan jó lenne, hogyha néha megdicsérnénk egymásban, hogy olyan jó látni rajtad, hogy Isten így és így működik benned.
Olyan jó látni rajtatok, mondhatnánk egy családnak azt, hogy ti olyan szépen nevelitek a gyermekeiteket, és jó látni bennük Isten gyermekeinek a gyümölcseit, hogy termést hoznak. És igenis ezek az apró kis termések, ezek nagyon fontosak. Egy búzamag nem nagy, de hogyha a gyermekben egy picit is elkezd működni Istennek a kegyelme, nagyon örülni kell, nagyon örülni lehet. Miért beszél Jézus példabeszédekben? Ez volt a tanításnak az egyik része, hát pontosan azért, hogy meghagyja a mi szabadságunkat. Nem azt mondja, hogy te gazember, bontsd ki az ajándékot, hanem a kezünkbe adja az ajándékot, hogy bontsd ki, ha akarod. A példabeszéd műfaja azért nagyon fontos, és Jézus azért használja a példabeszédeket, mert elmond egy történetet, és utána rád bízza, hogy te most akkor ezzel mit kezdesz. Ki vagy te ebben a történetben? Milyen a te szántóföldöd? Ezen neked kell elgondolkodni. Jézus nem mondja meg azt, mint valami diagnoszta, hogy neked ilyen és ilyen a termőfölded, és ezt kell csinálnod. Te gondolkodjál rajta, te munkálkodjál rajta. Járasd az eszedet, hogy most a te termőfölded az tövises, vagy köves, vagy jó föld. Mert ha látod a gyümölcsöket, akkor bizonyára jó föld a te földed, amiben Istennek az ajándékai hullanak. Amen.